Én meghalok, mondtam az égnek. Az emberek végül mind ide élnek, és egyszer a csillagok is kiégnek. Saját műveinek idézésével, irodalmi és történelmi előadásokkal emlékeztek a 100 éve született Váci Mihályra kedden a Nyíregyházi Egyetemen. A Váci Mihály Kulturális Központ és a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület az Egyetem, könyvtár és múzeum összefogásával rendezett konferencián irodalmárok és történészek ismertették a költő életét, művészetét és kapcsolatait. Az eseményen Tomaszowski Anita könyvtárigazgató és Sinkovics Gyula történész képviseletében I. és Péter díszoklevelet vehetett át, míg Stig Gyula, az egyesület elnöke bronz emlékérmet kapott Gál Zoltántól, a Vármegyei Közgyűlés alelnökétől, Váci Mihály emlékének ápolásában betöltött jelentős szerepük elismeréseként. Dr. Háskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke köszöntőjében Váci Mihály kapcsán kiemelte: a városok és régiók kötelessége ápolni kiemelkedő személyiségeik emlékét és hagyományát. A nyelv és irodalom tudomány mellett, meg az intézettel hagyományai mellett mi mindig is azt vallottuk, hogy hagyomány és megújulás és az innováció azok együtt jár. Ebből a szempontból a hagyományainkat tisztelni kell, ha lehet, és ha szükséges, szükséges természetesen, akkor a megújulásra is törekedni kell. De például a hagyományok őrzéséhez hozzátartozik mindaz, ami egyébként szinte minden városnak, minden régiónak kötelessége lenne, hogy mindenki, aki meghatározó szerepet töltött el, aki országos és esetleg nemzetközi ismertséget szerzett, és annak a városnak, annak a régiónak születte, annak az emlékeit, annak a hagyományát őrizzük és ápoljuk. Dr. Minya Károly, az Egyetem Nyelvészeti Tanszékének igazgatója az eseményen kiemelte: Váci Mihály a mi költőnk, közülünk való, így kötelességünk megőrizni az emlékét, különösen születésének 100. évfordulóján. Hozzátette: az emlékező és tudományos konferencián olyanok is részt vesznek, akik személyes kapcsolataik és közös élményeik révén idézik fel emlékeiket róla. Tudományos jellegű abból a szempontból, hogy például három előadás is szól úgy, hogy párba állítja Váci Mihályt: Váci Mihály és Ratkó József, Váci Mihály és Rákos Sándor, illetve jó magam pedig az, hogy Baranyi Ferenc milyen műveket írt Váci Mihályról. Ezen kívül természetesen igyekeztünk nem csak irodalmi jelleget adni az előadásnak, hanem I. és Gábor helytörténész a nyíregyházi emlékhelyeket is bemutatja nekünk, hiszen akkor ez a mi városunkban és a négy intézmény összefogásával jött létre ez a rendezvény. A Váci Mihály emlékév hátralévő programjai között szerepel még Sipos László előadása, Csordás László filmvetítése, valamint egy rajzpályázat eredményhirdetése és kiállítása. Az emlékévet a Váci Mihály Kulturális Központ december 13-án egésznapos ünnepi programmal zárja, amely irodalmi előadásokkal, koszorúzásokkal és megzenésített versekkel emlékezik meg a költőről. A programokkal kapcsolatos részletes információk a Kulturális Központ weboldalán érhetők el.